Az elmúlt években rendre komoly célokkal vágott neki a bajnokságnak a nyírgyulai együttes. Nem volt ez másként a legutóbbi idény kezdetén sem. A bajnokság fél idejében egy ponttal megelőzve a Nagyhalászt, a tabella élén állt Lukács Tibor együttese. A félbeszakadt tavaszi szezonban 3 győzelem és 1 vereség volt a gyulaiak mérlege, viszont az elveszített 3.1-ben az első hely elvesztését is jelentette. Végül 14 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel a második helyen fejezte be a 2019-2020-as idényt a Nyírgyulai KSE. Mindenféleképpen a dobogót céloztuk meg. Az őszünk jól is sikerült, hiszen első helyen fordultunk. A célunkat én úgy gondolom, hogy sikerült elérni az őszi szezonban. A tavaszi felkészülésünk én azt gondolom, hogy teljesen jól sikerült. Sajnos 4 mérkőzést tudtunk csak lejátszani, míg beszüntették a bajnokságot. És sajnos a második mérkőzésen Tisza a kanyáron egy irreális talajú pályán vereséget szenvedtünk, és ezáltal az első helyet is elbuktuk. Csalódottak voltunk mindenféleképpen, mert szerettük volna befejezni a bajnokságot, szerettünk volna a bajnoki címet szerezni, tehát így egy kicsit keserű a szánk íze, hiszen evés közben jött meg az étvágy, a bajnokság előtt a dobogót céloztuk meg, de most így utólag azt mondom, hogy teljes mértékben a bajnoki címet szerettük volna megszerezni, így csalódottak vagyunk. A megyei első osztályban a bajnokság lezárásakor élen álló Nagyhalász jogosult lenne az NB3-as szereplésre, azonban az egyesület nem kért magasabb osztályra jogosító licenszet. A Nyírgyulai viszont vállalná a harmadosztályi indulást. Az elnökség úgy döntött, hogy vállalnánk az NB3-at, azért is adtuk be a licencet. Sajnos kevés esélyünk maradt, hiszen nagyon sok csapat, akik másikén végeztek a bajnokságban, azoknak is van licencük. Így abban az esetben, hogy ha talán arról van szó, hogy emelik a NB3-as létszámot, hiszen 4 csoportot szeretnének, legalábbis ez az információt kaptuk az MLS-ből, akkor esetleg van kis esélyünk az NB3-ba, de most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a megye egyre készülünk. Nyírgyulajban a bajnokság felfüggesztésekor abban maradtak a közös edzések, egyénileg igyekeztek karbantartani magukat a játékosok. A tervek szerint az elmúlt héten állt volna ismét edzésbe a csapat, az MLS döntése azonban okafogyottá tette a folytatást. Így egyelőre a következő idén kezdési időpontjának függvénye, hogy mikor indul majd el ismét a közös munka.